1000 fölé emelkedett az új igazolt koronavírus fertőzések egyhetes mozgó átlaga Franciaországban. Ezzel Franciaország visszakerült arra a szintre, ahol a karantén intézkedések május közepi kivezetésénél tartott. Ami komoly aggodalomra ad okot, ezúttal azonban inkább a fiatalok között terjed a kórokozó. Átlag feletti a fertőzöttek aránya a legfeljebb 40-45 éves fiatalok között, mondja Eau de France tiszti főorvosa. Világosan látszik, hogy ez a betegség, ami az idősekre nagyon veszélyes, most erősen terjed a fiatalok között. Valószínűleg azért, mert ők kevésbé veszik komolyan az óvintézkedéseket. Több francia városban, például Lille-ben, Biarritzban, Orléansban újra kötelező a maszkviselés a nyilvános helyeken. És a kültéri partik megakadályozása érdekében éjszakára az Atlanti-óceán több strandját is lezárják. Spanyolország több régiójában, így a fővárosban már egy hete kötelező a maszkviselés. Aki vét a szabály ellen, akár 100 eurós bírsággal sújtható. A maszk a teraszon is kötelező, amikor épp nem iszik vagy eszik valaki, akkor viselni kell, mondja ez a rendőr. Spanyolországban pénteken már a 3000-et is meghaladta az új koronavírusos esetek száma. Az új gócok miatt a héten több ország utazási figyelmeztetést adott ki egyes spanyol régiókra vagy az ország egészére. Németország 3 északi spanyol régió látogatását magas kockázatúnak minősítette. A hamburgi repülőtéren mintavételi pontot állítottak fel, ahol a kockázatos országból hazatérőket tesztelik. A hazámban, Spanyolországban voltunk közelebbről Katalóniában, ami ma kockázatos régiónak számít, mondja ez az utas. Amikor oda mentünk, még nem volt az. Kint hallottuk, hogy kockázatosnak lett minősítve, és hogy hazaérve karantén helyett teszteltetnünk kell magunkat. A héten Németországban is érezhetően megugrott az új igazolt fertőzések száma, de még jóval a napi 1000 alatt maradt.